Az elmúlt egy-két évben Tolnavár megyében is több tucat feljelentést tettek olyan emberek, akik bankszámláiról ismeretlen tettesek távoli elérés segítségével pénzt loptak el. A módszer neve vishing, ami egy olyan telefonhívás, amely a személyes adatok megszerzését célozza, és a hívó többnyire pénz átutalására is megpróbálja rávenni az áldozatot. A telefonhívást kezdeményező személyek általában banki ügyintézőnek adják ki magukat, és arra hivatkozva, hogy a felhívott ügyfél számláját támadás érte, megkérik, hogy egy általuk megadott számlaszámra utalja át az azon lévő összeget. Más esetekben pontos iránymutatást adnak, hogy ezt a távoli elérést biztosító programot többnyire zenideszket hogyan tudja telepíteni a személy, és ezáltal, ha létrejött a kapcsolat a két eszköz között, akkor a számlánk fölött átveszik az uralmat. Előfordulhat, hogy banki adatokat megszerezve sajátjukként használják a folyószámlánkat a csalók. Egy másik, szintén becsapott ügyféllel a mi számlánkra utaltatják a pénzt, és onnan vagy elköltik, vagy tovább utalják egy következő számlaszámra, ezzel is nehezítve az utolérhetőséget. Más esetekben pedig a számlánkhoz hozzáférve hitelkeret terhére vesznek le kisebb-nagyobb összegeket, ez akár több milliós tétel is lehet, ami utána nekünk hitelként jelentkezik. Annak érdekében, hogy ne váljunk csalók áldozatává, ha ilyen gyanús hívást kapunk, azt haladéktalanul jelentsük be a bankunknak. Legyünk óvatosak a kéretlen telefonhívásokkal, kezeljük fenntartásokkal az ott hallottakat. Amennyiben sürgetőek, az is bizalmatlanságra adhat okot. Mindig gondoljuk át alaposan, amit hallottunk, és ne válaszoljunk meggondolatlanul.